Kárpa határában több őskori sírhalmot is találtak, ez bizonyítja, hogy már akkoriban is lakott település volt. A 12. században templomosok lakták és birtokolták a települést, akiket később a Szent János lovagok váltottak fel. Második Rákóczi Ferenc a hajdúvárosok sorába emelte Tarpát, és az itt lakóknak nemesi rangot adott, hiszen ők voltak az elsők, akik második Rákóczi Ferenc felhívására azonnal csatlakoztak a szabadságharchoz, ahogy írja ő is az 1708-ban kelt kiváltságlevelében. Eszte Tamás hagyományát, illetve szellemiségét így folytatják, hogy... Minden évben becsesem, minden évben meg lehet megemlékezni róla. Minden igaz magyarhoz. Mi felső vadászi Rákóczi Ferenc fejedelem és gróf Székesi Bercsényi Miklós. Mind igaz magyar hazaszeretők és édes országunk régi, dicsőséges szabadságát óhajtó, egyházi és világi, nemes és nemtelen, fegyverviselő és otthonlakos, igaz magyarnak Istentől minden jót kívánunk. Mi falunk körülbelül 850 éves, ha nem több. Mert 1240-ben már térkép van róla. És akkor a árvízkő jött elő, hogy mennyien is lakjuk, és akkor megvan szám szerint, hogy hány kuruszt, mit érzünk volt, vagy akkor talpasoknak mondták őket. De miért talpasoknak hívták őket? Igen, mert ez itt járt a bocskorban, nem volt egy csizma. És ez volt benne, pláne azért voltunk talpasok. Eszte Tamás a kurucok vezére nagy szabadságharcos volt, azóta is itt Tarpán bizony a szabadságot nagyra becsülik az emberek. Eszte Tamás 1708-ban halt meg, 300 évvel ezelőtt jövőre, tehát 2008-hoz képest, ekkor egy kettős évadot, nagy ünnepet fognak tartani itt a faluban. Igen. Mert hogy megünneplik ezt az évfordulót, illetve egy kuruc szabadságharcos. Katonának az uratemetését fogjuk véghezre vinni. Tarpaiak szeretik a szabadságot? Hát, visszakérdeznék, tessék már megmondani, hogy miért vagyok magánzó, például én 25-30 éve. Mert igen. Tehát mi van ezzel örököltük, a szabadságot? Örököltük a szabadságot. Örököltük a szabadságot, és ezt próbáljuk úgy, aki törzsgyökeresnek érzi magát, és törzsgyökeres Tarpai. Az nem ismer sehova, inkább itt hal meg. Megérkeztünk Tarpai jelképéhez. Ez az Észak-Tiszántúl egyetlen éppen megmaradt száraz malma. A 19. század közepén építették, fából készült az egész, fa zsindellyel fették be. És miután ugye igáslovak hajtották, és hajtják a mai napig, mert hogy működik, ezért a szekérből ugye most kifogjuk a lovakat? Igen. Kifogjuk a lovakat? Ugye ott van a szekéren a csűrből hozott búza, ahogy láttuk, a búzát beöntik a garatba, a garatból befolyik a malomkőbe. Ahogy a lovak hajtják ezt a nagy kereket, a fogaskerekek beindítják a malomkövet is, így örlődik a búza, és aztán a lisztet elviszik. Kenyeret csinálnak belőle, és természetesen a házi kemencében kisütik a finom házi kenyeret. Mindez Tarpán elejétől a végéig meg lehet nézni. Megsült a kenyér? Igen, megsült a kenyér. Na, itt van, akkor ebbe át is lehet tenni. Kivehetjük, most már kiszedjük. Igen. Úgy, óvatosan. Mennyi idő alatt sült meg egyébként? 2 óra hozta kell neki, mikor bevetjük, attól függ. Ez kenyér. Megkóstolhatom? Nyugodtan. Itt meg lehet mutatni a fiataloknak, fiúknak, lányoknak, hogy hogyan is készül az igazi házi kenyér. És szilvalekvárral szokták enni? Szilvalekvárral, tejfőlel frissen. Ettől azt hiszem, jól fog rakni. És milyen jó meleg. Lovag barátaim, rajtát kocincsuk egyet ez a finom pálinkával. Itt az ünnepi alkalom, hogy megkóstoljuk a múlt évi termést. Asszonyok, mert tudjátok, miért is jöttünk ide megint a Tiszapartra, megünnepeljük ezt a virágzást,
és kérjünk jó termést erre az évre is. Ahogy látom az érmen, ez egy lovagrend? Ez már egy kész lovagrend. És mert készen, porlovagrendről már hallottam, igen. De pálinka lovagrendről még sosem. Olyan is van, de olyan, hogy szatmáberegi pálinka lovagrend biztosan nincs. A mi feladatunk az, hogy itt a térségben ezt a fantasztikus gyümölcsöd is annak termékét jó módon, jó helyen fogyasszuk, illetve a hírnevét öregítsük. És csak a lovagrend tagjai ihatnak? Ihatnak mások is, de akkor... nem mindegy, hogy hogyan. A küldetésünk többek között, tehát abból is áll, hogy az embereket rászoktassuk a kultúrát pálinkafogyasztásra és a minőségi pálinka kiválasztására. Ezért ezer évekkel ezt a fantasztikus gyümölcsöt, a szilvát a folyó hozta le nekünk a hegyekből. És szilvavirágzás alkalmával ilyenkor tavasz közepén hódunk ennek a tiszteletnek, áldunk ennek a tiszteletnek, és azt fejezzük ki ezzel, hogy megköszönjük a természetnek, a Tiszának ezt a csodálatos gyümölcsöt, hogy ebből ilyen fantasztikus italt tudunk készíteni. Egészségünkre! Egészségünkre! Micsoda illata van ennek a szilvavirágnak, elképesztő. Igen, a Kárpátok közelsége egy fantasztikus gyümölcse áldott meg bennünket, ez pedig a nem tudom szilva, ami a környéken egyedül módon érik és terem, és olyan beltartalommal, amiben ezt a csodálatos pálinkát készítjük. Na és akkor most jön a rituálé. A rituálé, a misztérium, adozunk tehát a folyónak, aki nekünk adta az életet, adta a szilvát, adta a pálinkát. Legyen jó termésünk, legyen bőséges pálinkánk. Milyen húsit sütünk? Mangalica tarját sütünk, egy kicsit előfűszerzéssel. Kis muster, kis fokhagyma, igen, kis bors. Igen, adjunk egy kis finom aromát, ízet. Terülj, asztalkán fogad itt bennünket. Gondolom ide való most ez a húsi. El fog férni? Igen, hát meleg egy kicsit, és egy kis óvatosan. Óvatosan kell. Jó, nem. Miért tart ennyi állatot, és ilyen állatokat? Hát ez egy hosszabb történet. Ezeket az állatokat már közel 10 éve tartom. Ősmos magyar állatok, ugye a mangalica, raszkabirka, magyar szürke. És vajon miért szeretik az emberek ezt az úgynevezett paraszt romantikát? Hát a kereskedelemben nagyon sok csodások érik az embereket, és ugye szívesen megkóstolják, és akkor régi gyerekkoruk jut eszükbe, hogy ilyen volt régen az íze.